Na, sziasztok! Én IT-dót vagyok, újra online. Na, a mai témánk Filmkiller Zoli. Nos, aki nem tudná, ez erdélyi csávócska azzal foglalkozik, hogy a nagy YouTube-osokat, idézőjelben nagy magyar YouTube-osokat szereti úgymond porigalázni interneten keresztül, gúnyosan, viccesen, néha parasztul is, konkrétan kifigurázza, hogy ők milyenek valójában, és hogy ő megmondja a tutit. Hogy miért kerül erre sor, az azért, mert egy ideje követtem. Nem olyan szinten követtem, hogy fel vagyok rá iratkozva, közben zúg a fülem, jó? Hanem egyszerűen csak annyi, hogy nézem a videóit, és úgy próbálom megfejteni az ő értelmét, konkrétan, hogy miért is olyan, amilyen, miért is csinálja a dolgokat. És egy időpontban úgy voltam vele, hogy én is kezdtek kommentálni, és végül letettem róla, hiszen akkor beszálltam onnan is ebbe a macskacicáger játékba, és végül lehet, hogy rosszul sütöm el. Amúgy azért nem veszek az escape-el, mert sajnos le van merülve a hosszú hétvége után, és amíg nincs benne kakaó, addig nem engedi a gép, hogy a webcam-ként használjam, na de lényegtelen. Erről a csóróról én azt hittem előre, hogy egy idióta seggfej, magyarán megmondjam, hogy mindenki csak kifigurálsz, és hogy nekem is jött az a képzelgés, hogy kiak érzi ez magát, és aztán ahogy néztem a videóit, azt bele-bele nézegettem, egy idő után rájöttem, hogy vagyis megfogalmazódott bennem egy olyasmi, hogy a negatív reklám is reklám. Tehát attól függetlenül, hogy a csórocska egy kicsit idióta, sőt nagyon idióta, úgy meleg van, bocsánat, csak most voltam az üzletbe, és bizonyosan csepereknek az esőcseppek. Jó kis Székelyföldön. No fene. Na, szóval. Mondtam, a negatív reklám is reklám. Hogy értem ezt? Na, adott a gyerek, ő már kifigurázta, ha jól tudom, Herbit, kifigurázta már Good Like-ot, kifigurázta Turi Tamást, illetve most Tűfejszet is, hogy ő azt mondta, hogy például Erdély szégyene, és ezen elkezdtem gondolkozni, hogy is van ez, amit ő csinál, és ő gondol, az jó, de amit mindenki más csinál, az rossz, és azt bizonyítja, hogy a számok azok nem bizonyítanak semmit, holott neki csak 1000 feliratkozója van, a másiknak minimum 50-100 000, és akkor úgy kezdtem nézegetni konkrétan a videóit, és arra jöttem rá, hogy amikor ő feltesz egy negatív kommentet, pillanat. Na, szóval itt is volnék újra. És igen, ahogy megnéztem a videót, amikor felrak egy videót, egy negatív videót, bocsánat, ha kétszer mondom el, akkor ugyebár azoknak a videósoknak, akik éppenséggel rosszat mond, nekik a videójuk, úgymond a feliratkozók száma egy kicsivel jobban, de abban az időszakban megnevekszik, és az utálóknak pedig lemaradnak ugyanannyik, vagy csak egy-kettő elhanyagolt mennyiségű létszáma bővülnek, és ezért mondtam, hogy a negatív reklám is reklám, és az ilyen filmkérlő az Orion meg az ő hozzá hasonló emberkék azt hiszik, hogy tönkre lehet ezzel valakit tenni, hiszen ők úgy gondolják, hogy rosszat mondanak róla, akkor pont nekik fog hívni mindenki, és akkor pont őket fogja mindenki hype-olni. Nos, hát ez nem éppen így működik, hiszen azok, akik megnézik az ő videóikat, kíváncsiak lesznek, hogy ki is ez a gyerek, és mi is mond ez erről róla olyan, és akkor persze, hogy rákattintanak, és meg is nézik, és akkor elkezdenek gondolkozni, és amikor meghallgatják egy-két videóikat, és hogyha tényleg normális emberek is, tehát nem az a fúj mindenre dolog, tudjátok, a csicska dolog, akkor már startból másiknak kedveznek, hiszen akkor ők nyernek ezzel egy feliratkozót, ő meg megkapja a bunkó címet, mint ahogy szokás az ilyeneknél lenni. Néha kitalálnak sztorikat, néha kreálnak, néha összevágnak sztorikat, hogy úgy hangozzon, ahogy azt ők szeretnék. Tehát nekik megvan a saját technikájuk, főleg filmkiller Zolinak, és valahol meg is értem az ő tevékenységét, hiszen azt szokták mondani, hogy mindenkinek megvan a helye a YouTube-on. Na már most ő ott találta meg a helyét a YouTube-on, hogy másokat kiosszon. Tehát ő abban a szerepben akar tündökölni. Most ezért emelém ki őt, meg legalább az arcát is egyenlő ehhez, hogy másokat konkrétan fikáz. Tehát mindenkiről
megpróbálja kitalálni a negatívumot, hogy miért lehetne utálni őket, és akkor azt ő olyan módon prezentálja, hogy nekik az néha gusztustalan módon, ahogy azt ő gondolja. És nagyjából ennyi is lenne ő. Tehát ő konkrétan azért csinálja az egészet, mert nem tud más kitalálni, csak az, ő abba érzi magát jól, ahogy másokat kifikáz. Na most abba bárki jó tud lenni, hogy másról negatívot mondjon. Nem kell ehhez profinak lenni. De na, hagyjuk meg őt is a YouTube-nak. Legalább jókat lehet rajogni rajta. Viszont nem a legszánalmasabb. A legszánalmasabb azok a név nélkül írogató kommentelők, akik azt hiszik, hogy ők szarták a spanyol viaszt, és ők jobban tudnának csinálni, még sincs egyiknek se videója. Ez énekre azt szoktam mondani, hogy oké, ha te azt mondod, hogy szar, megvan a saját véleményed, de akkor mutasd jobbat. Tehát akkor állj kamera elé, vegyél egy mikrofont, egy kamerát, és tessék, hajrá! Nagy a YouTube tárhelye, nem fog ennyit tőle megtenni, légy nyugodt. Odaállsz, mondasz egy-két dolgot, azt kész. Ha neked hát, ha úgy gondolod, hogy jobban tudod csinálni, csinálj. Én is ezzel kezdtem YouTube-ozni, mert én is azt hittem, hogy jobban tudom. Sőt, mindenki azt gondolja magáról, hogy ő tudja a legjobban, nem? Hiszen saját stílus, saját vélemény szavalja. És akkor így lebeszéltem magam a kommentelésről, hiszen felesleges ez ilyennek irkálni, mert tudjátok az olyan óvatás dolog, hogy minél jobban piszkálod a tüzet, annál jobban parázslik. Innen kezdődően hiába kommentelek, úgyis ott van a többség, aki negatívumot súlykolja az emberekbe, hogy igen, mert ez szar, és próbálják bizonyítani ezzelre, szóval hiába próbálnám én ottan bizonyítani az én igazamat, úgyis 1 millió komment lenne ellene, még akkor is, hogyha totál hülye érvek lennének, de amúgy igen, szokott ilyen lenni. És ja, ezt nevezik anti-reklámnak, tehát hogy konkrétan ő rosszakat mond valakiről, holott az állításai nem helytállóak, nem állják meg a helyüket, és ezzel konkrétan a másikat hirdeti, akármit is gondol ő, hogy jelen most valakinek rosszat csinál, ha pont nem rosszat csinál, ő pont jót csinál neki azáltal, hogy aki ezt a videót először megtalálja, és még nem ismeri az adott illetőt, az pontosan még kap egy jó kis csatornát, amit nézhet, tehát mindenkinek jó, neki rossz, hiszen őt munkónak nézik. És amúgy is, ahogy szokták mondani, a hírnővel jön a negatív kritika is, hát mindenkit nem szeretetnek. Tehát van egy olyan, hogy van, aki kedvel, van, aki nem kedvel, van, aki ránézi, és már nem kedvel, van, aki időközben nem fog megkedvelni, mert esetleg stílust váltottál, vagy valami, és van az, aki csak simán utál mindenki, tudjátok, az a minden szar típusú kategória. Na és filmkillernek pont ezt próbálja kihasználni, hogy ő akar lenni az a proféta, aki megmondja az igazat, a tutit, a nyerő dolgokat. Hát sajnálom, filmkiller, barátom, ez nem így működik, hiszen nem mindenki ossza a te véleményed, másnak is van agya, és ez a 100 000 ember nem a te egy videód mihoz fog leiratkozni róla, illetve nem fogja őt fújogtatni, mert te azt mondod, hogy ő szar. Ha azt mondod, hogy szar, ám legyen saját véleményed, annyit tisztelek benne, hogy az arcodat oda mered adni, tehát nem vagy egy névtelen senki, mint ahogy mások csinálják. De máskülönben meg nagy vizet nem kavarsz, tehát konkrétan még egy előre a YouTube-ot te szavazd semmi, tehát most az, hogy te valakinek rámondod, hogy szar, némi kovácsot bizonyítékkal az még nem elég. Sem ahogy a bíróságon sem, itt sem elég, szóval ezt megszívtad egy kicsit. Bár azért tevékenykét én, mert szórakoztatsz konkrétan. Élvezem hallgatni a hülyeségeidet, hogy próbálsz alázni másokat, de nem jön össze. Csak úgy jár a szájad patyára. De legalább szórakoztat, szóval én röhögök azon, hogy jó pár nagy youtubernek a nézettségét megdobod azzal, hogy te fikázó dolg közben, meg nem annyi az, annyi kéne legyen, de mindegy, bárki nem üti barátost a te helyzetedbe. Remélem, hogy neked is egyszer összejönni egy jó csatorna, és remélem, hogy megtalálod a helyet a YouTube-on, mert ezzel a kis civakodásodra senkinek se sértesz. Csupán felhozod azt a néhány trollt a YouTube-on, meg azt a néhány embert, aki legalább megtudjuk, hogy ki itt utál, szóval ott kiderül, hogy ki nem szereti a egyes csatornásokat, tehát ki nem szeret egyes YouTubereket, mondjam úgy, szóval ott kibuknak az ilyen kis hamisak, akik egyik helyen azt írják, hogy szeretem, mit tudom, én imádok, jó videóztam, másik helyen meg fikázódnak. Szóval ja, legalább fényt tesz a kétszínű emberekre, meg az alattomos trollokra. Szóval erre jó vagy. Tehát még a YouTube, még YouTubereknek még hasznos is vagy, nem hogy ártanál. Hiszen
Most azért, mert te egy videóban lefikázod, én 100 másik videót tudok hozni akármelyiknek a repertoárjából, amelyik pont ezt megcáfolja, és ez nem kell neki, nem kell senki, még se vagy maga a YouTuber se. Ez elég, hogyha rákattint az akkontjára, és megnéz néhány videót belőle, és kész, meg van győzve. És a te kritikád onnantól semmit nem ér. Úgyhogy ennyit akartam volna egy röviden összetállalni nektek, hogy én elmeséltem ezt nektek, hiszen én is úgy voltam az elején, hogy hú, ezt most úgy visszakommentelem, meg stb. Aztán meg rájöttem, hogy pár videó után felesleges, szóval a YouTube arra valahogy szórakoztasson. És konkrétan engem szórakoztat, hogy valaki ennyire próbálkozik, meg ilyen aljasan, hogy valakiket ott lenyomjon, és próbálja mindenkinek megmondani az igazát. Vele a kis trollokon, akik még rá is kommentálnak, hogy jó, az tényleg így van. Holott közök nincs a YouTube-hoz, párhuzamosak vele, na de ettől tekintsünk el. Gondoltam ezt a kis eszmefutatást, megosztom veletek. Ha tetszett a videó, lájkold, ha nem, akkor diszlájkold, kommented, nem félek tőlem. Én IT-Lord voltam, sziasztok!